A Nyíregyháza Búsárc az elmúlt két évben több partnerrel is kötött megállapodásokat, amelyek elsősorban a csapat valamilyen formában történő támogatását szolgálják. A kék cápák a társadalmi szerepvállalási szem előtt tartják, emellett igyekeznek minél szélesebb körben népszerűsíteni a kosárlabdát. A Mentor alapítványa történő együttműködés megfelel mind a két kritériumnak. Én annak örülnék, hogyha nem mi, hanem a gyerekek profitálhatnának ebből a megállapodásból. Ugye a Mentor Alapítvány 14 éve alakult itt Nyíregyházán, és azóta sérült, hátrányos helyzetű gyerekekkel foglalkoznak, és annak örülnénk, hogyha a gyerekek körében sikerülne a sportot megismertetni, egy picit megismertetni azt, hogy mennyire jó az, ha a sport a mindennapjuk részévé válik, és remélem, hogy ezáltal egyre többen kapnak majd kedvet ahhoz, hogy ők is részt vegyenek valamilyen sporteseményen, valamilyen sportrendezvénybe bekapcsolódjanak, de ha csak kijárnak ide a nyíregyházi csapatok sportmérkőzéseire, annak is örülni fogunk, de a legfontosabb az az lenne, hogy ők szeressék meg a sportot, és tudják, ismerjék meg, hogy mit jelent az, hogy sportolni és minden nap mozogni. A Mentor Alapítvány elnöke elmondta, miért volt egyértelmű számukra az, hogy a kosarasokat kérik fel az együttműködésre. Ernőt én már régóta ismerem, legalább 10 éves a kapcsolat. Ő régen is támogatta jelenlétével, személyével, nevével az alapítványt, és nem egyszer láttam a Riddens iskolában, hogy ő önzetlenül a fiatal gyerekekkel ott kosarazott. És az megfogott, hogy a gyerekek is mennyire odaadóak voltak, és önkéntes alapon, úgymond szervezetlenül is, de mennyire éltek a alkalommal, hogy ők kosarazhatnak. És akkor ebből adódott az az ötlet, hogy Ernővel megbeszélve, hogy ezt próbáljuk meg szervezettebb formában intézni, meg ezt rendezni, és én nekem tudomásom van, hogy az ország többi felén részén már ezt csinálják, akkor mondom, miért nem lehetne ezt megcsinálni Nyíregyházán is. Itt a felső határ, ugye itt a kisgyerekekkel lehet kezdeni, de a felső határ az a paralimpikon is, hogy az is van, akár kosárlabdában is. Az Országos Kitekintési Mentor Alapítvány Nyíregyházán a Riddens, a Báci és a Göllesz diákjaival áll kapcsolatban. Az alapítvány elnöke szerint a kék cápák segítségével a megye több intézményében is szervezhetnek majd közös programokat.